Hát speciál a számot küldi a Patrik, sok szeretettel édesapjának, a György Edgárnak, a 38. születésnapja alkalmára, és ezzel a számmal fejezi ki neked a fiad, hogy mennyire szeret és fontos vagy neki. Hát legyetek szerencsések, és az ültő szó, drága dél, Petyerek, hagyj maszkodj ősz. Száz tezbár, tálesz urá lesz Edgár, mond! Beültem a BMW-be, és jött egy régi érzése, hogy menjek el az apámó, hogy elmondhassam én neki, hogy köszönöm édesapám, hogy felneveltél engem el, hogy felállóztad önmagad, apu nekem életem legyen. Hát itt vagyok édesapám, hogy megköszönjem én neked, hogy felállóztad önmagad, apa nekem életem legyen. Ha kigyúlnak a csillagok, te ott vagy, én meg itt vagyok. A csillagok a lüzenem, apa szeretlek téged nagyon. Hát köszönöm édesapám, hogy felneveltél engemet, hogy megadtál nekem mindent. Apa, te vagy az én életem, mert itt vagyok édesapám, hogy megköszönjem én neked, hogy feláldoztad önmagad, hogy nekem életem legyen. Zsadé! Ha kigyúlnak a csillagok, te ott vagy, én meg itt vagyok. A csillagokkal üzenem, apa, szeretlek téged. Hát köszönöm édesapám, hogy megtanítottál engem, Patrik, hogy hogyan ilyen életed. Apa, te vagy az én mindenem, hát megtanultam édesapám, a család a legfontosabb. Te az életem így éljem, apám, a példaképen te lehet. Hát harcoljon speciál a Patrikkal az édesapjának, akit nagyon szeret, legyen szerencsés 100 évig. Hát köszönöm édesapám, hogy felneveltél engem, hogy feláldoztad önmagad, ha kigyúlnak a csillagok, te ott vagy, én meg itt vagyok. A csillagokkal nőzed el, apám, szeretlek téged nagyon. És így mondja a Patri. Beültem a BMW-be, és jött egy régi érzése, hogy menjek el az apámhoz, hogy megköszönjem én neki. Hát köszönöm édesapám, hogy megtanítottál engem, hogy hogyan élni életem, apám, hogy mindig rendes ember legyen. Hát itt vagyunk édesapám, hogy megköszönjem én neked, hogy feláldoztad önmagad, apu, nekem életem legyen.